Megteltek az árkok, villámárvíz alakult ki Kaposszegcső, Kapospula, Vásárosdombó és Dombóvár térségében a csütörtöki esőzések következtében. Ezen az egy napon annyi eső esett Tolna megye ezen területén, mint aminek összesen az elmúlt egy hónapban kellett volna. A nagy mennyiségű hirtelen lezúduló csapadék utakat, pincéket, garázsokat, alaksori helyiségeket öntött el, de leszakadt faágak, kidőlt fák is több helyen fennakadásokat okoztak. Összesen 26 esetben kellett vonulni a hivatásos tűzoltóegységeknek vízszivattyúzáshoz. Ezek jelentették a tűzoltóbeavatkozás nagy részét. Ezen kívül még két alkalommal Bonyhádon kellett leszakadt faágakhoz tűzoltóegységeknek vonulnia. Itt ugye a kézi motoros fűrésszel vágták le ezeket az ágakat és távolították el az úttestről, valamint a garázsról. A 611-es főút Kaposszegcső és Vásárosdombó közötti szakaszán 3 méter hosszan, teljes szélességében beszakadt. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nagyon nehéz felkészülni ezekre a természeti jelenségekre, de egy kisebb esőzés is okozhat bajt, ha a vízelvezető rendszerek nincsenek kitisztítva. Amit meg tudnak tenni még a lakosok is annak érdekében, hogy ez a nagy mennyiségű csapadék vízelvezetődjön, ezeket az ülepítőket, valamint ezeket a csatornákat rendszeresen érdemes takarítani. Ennek köszönhetően a víz talán könnyebben el fog tudni majd távozni, valamint amit még érdemes figyelembe venni a nagy viharok alatt, hogy a gépjárművek kerüljük a nagy fák alatt történő parkolást, és ilyen szinten még esetleg így megoldhatjuk a gépjárművünk állapotát. Kaposszegcsőn és környékén a tűzoltók még most is dolgoznak a vizek kiszivattyúzásán és a károk elhárításán.